A Földművelésügyi Minisztérium a napokban jelentette meg azt a rendeletet, ami megalapozza az idei és a következő évek mezőgazdasági támogatásait. Az úgynevezett szőlőszerkezet átalakítási támogatást a termelők igényelhetik. A gazdák már nagyon várták, hiszen országos viszonylatban, illetve az egri borvidéken is jelentős az olyan ültetvények száma, amelyek nem eléggé korszerűek, mondta Pál Sándor, az egri borvidék hegyközségi tanácsának elnöke. Itt két dologról lehet szó, az egyik az úgynevezett fajtaváltás, ami azt jelenti, hogy kivágunk egy ültetvényt, és egy másik fajtát telepítünk a helyére, illetve az úgynevezett áttelepítés, ami azt jelenti, hogy kivágunk egy ültetvényt, és valahol máshol telepítünk el egy új korszerű ültetvényt. Erre 45 millió euró áll rendelkezésre a következő években, egész pontosan 2020-ig. A gazdák február 15-e és 28-a, valamint november 2-a és 30-a között adhatják be a támogatási kérelmüket. A tervezett beruházásokat 2020-ig kell elvégezni. Megkezdett beruházásra nem adható ez a támogatási forma, és szabály az is, hogy 0,2 hektárt el kell érnie a területnek. Új elem az ültetvények termesztés technológiai javítása a támogatásban, melynek köszönhetően az öreg ültetvények tőkepótlását lehet elvégezni.